felfegyverkezve elkövetett rablás büntette miatt indítványozta a Jászberényi járási ügyészség egy jászladányi férfi letartóztatását, aki egykori élettársát rabolta ki, az éjszaka közepén behatolva lakásába. Mint éjfél körül megjelent lakásánál volt párja késsel egy kezében, és pénzt követelt tőle. Hogy nyomatékot adjon követelésének, megöléssel fenyegette, és többször arcon ütötte. Átkutatta a nő nadrágzsebét, melyből 590 000 forintot vett magához. A sértett elmondta, hogy a férfi ezt követően kutatást végzett a házba, melynek során egy széfet és egy flexet vesz magához. A nő telefonját széttörte, hogy ne tudja értesíteni a hatóságot. Ezt követően a férfi a flexen megpróbálta kinyitni a széfet, ezt kihasználva a nő elszaladt a lakásból, és így sikerült értesíteni a rendőrséget. A jászberényi rendőrök rövid időn belül elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 23 éves jászladányi lakost, őt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók rablás büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A nyomozási bíró az ügyészség indítványa alapján elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság döntésével szemben a gyanúsított és a védője is fellebbezett, így az ügyben végleges döntést a szolnoki törvényszék fog hozni, tájékoztatott dr. Ocsovai Ágnes, főügyészségi sajtószóvivő.